Kitörési pont a fiatal gazda pályázat. Kedvező feltételekkel és alacsonyabb pontszámmal pályázhatnak a 41 éven aluliak a vidékfejlesztési program fiatal gazda támogatására. Várható volt a Fidesz győzelme. Az ellenzék kormányváltási hangulata jelentősen megnövelte a részvételi arányt az idei választáson, de az előzetes felmérések már kimutatták a Fidesz kétharmados győzelmének lehetőségét, mondta Fábián Gergely 35 perc című műsorunkban. Problémák a szakácsképzésben, továbbra is hiány szakmának számít a szakács szakma, aminek egyik oka, hogy fellendülőben van a vendéglátás, és folyamatosan nő a munkahelyek száma. Kedvező feltételekkel és alacsonyabb pontszámmal pályázhatnak a 41 éven aluliak a vidékfejlesztési program fiatal gazda támogatására. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A korábbi források kétharmada a megyénkbe érkezett, jelenleg több mint 3000 pályázat vár elbírálása. A fiatalok számára kitörési lehetőség a mezőgazdasági vállalkozóvá válás, a megye népesség megtartó erejét nagyban segíteni az agrárszektor fejlesztése és hatékony kormányzati támogatása. Szabolcs-Szatmár Bereg megye mezőgazdasági szempontból, területileg és a vállalkozások számát tekintve is a legnagyobb az országban. A vidékfejlesztési programban jelenleg közel 80 támogatási forma található, melyek összesen 1300 milliárd forintnyi támogatást nyújthatnak a mezőgazdasági vállalkozók számára. Ezt Viski József, az Agrárvidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár mondta el egy balkányi agrárfórumon. Hozzátette, ezen források mindegyike érintheti a megyei vállalkozókat is, a fiatal gazdák számára pedig 36 külön pályázattal készültek. A vidékfejlesztési programban volt egy külön alprogram, amit a tehát az agráriumban élő fiatal gazdák részére biztosítunk. Ez két fő részből tevődik össze, ennek az összege 76 milliárd forint egyébként. Egyrészt az egyes beruházási támogatásoknál, annál a 36 pályázatunknál a fiatal gazdák külön versenyeztek az idősebb társaiktól, tehát egy nagyobb összegű támogatást, illetve általában kedvező feltételek egy alacsonyabb pontszámmal tudtak nyerni ugyanazon kertészeti, terménytároló és állattenyésztési pályázaton, mint a 41 évnél idősebb társaik, tehát egyrészt így támogatjuk a fiatal gazdákat, másrészt pedig a korábbiakban is megismert fiatal gazda induló támogatás is rendelkezésre állt a gazdálkodóknak, amiben most a napokban hirdett eredményt a miniszterelnökség. Itt egy körülbelül 3000 pályázat volt az, ami sikeresen tartalmi értékelésre juthatott, és most első körben egy 1000-1200 pályázat fog támogatásban részesülni, és természetesen a feldolgozottság függvényében, illetve attól függően, hogy tudunk-e még plusz forrásokat találni, megpróbáljuk ezt a kört mindenképpen bővíteni, és minden alkalmat megragadni arra, hogy a fiatal gazdáknak támogatást tudjunk nyújtani. Az előző 2007 és 2013 közötti időszakban 9 milliárd forint volt betervezve a vidékfejlesztési programba a fiatal gazdák támogatására, melyet a következő időszakban 2015 év végére 93 milliárd forintra növeltek. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a 35 perc című műsorunkban azt mondta, megyénkben a fiatal gazdáknak kitörési lehetőség a mezőgazdasági vállalkozóvá válás. Az utóbbi időben talán azt tapasztalható, hogy aki a mezőgazdaságot válassza, mégiscsak egy olyan jövőt lát maga előtt, hogy sokat beszélgetünk a piaci lehetőségekről, piaci lehetőségnek a bővítéséről, és a gyümölcsfeldolgozásra, ami itt a kézi munkaerőt jelenti. Azért most is Tornyospácán is, illetve a megyében, még Geszteréden is várhatóan épül egy gyümölcsfeldolgozó. Ezek mind azt segítik elő, hogy egy biztonságos termelést, illetve jövedelmet biztosító ágazat lehet a mezőgazdaság. Én úgy gondolom, hogy a fiataloknak, ha példát mutatunk, és azt látják maguk előtt, hogy egy biztonságos, magadura módon gazdálkodva egy jövőt építő ágazatba vágnak bele, akkor szívesen fordulnak elő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe adták be a fiatal gazdáknak több mint kétharmadát. Ez is azt sugallja egyrészről, hogy nem nagyon látnak a fiatalok más megoldást. Én azért is szeretném, ha sokkal jobban mozgatnánk itt a mezőgazdasági ágazatot, mert nem nagyon van kitörési pont, illetve a fiataloknak más megoldás, mint hogy egy bizonyos kis területen kézi munkaigényes növény termeljen, öntözéssel első osztályú árut állítson elő, ahol a világpiacon mindenhol megáll helyét.
Rácz Imre hozzátette, a sikeres értékesítéshez elengedhetetlen, hogy a piacon ne egyenként jelenjenek meg a gazdák a terményeikkel, hanem valamilyen szövetkezeti formába tömörülve közösen keressenek maguknak piacot. Ehhez elmondása szerint további kormányzati támogatásokra lesz majd szükség. Az ellenzék kormányváltási hangulata jelentősen megnövelte a részvételi arányt az idei választáson, de az előzetes felmérések már kimutatták a Fidesz kétharmados győzelmének lehetőségét, mondta el Fábián Gergely 35 perc című műsorunkban. A szociológus hozzátette, több kerületben a fideszes egyéni jelöltek 50-60%-os fölénnyel nyertek, a visszalépések sem befolyásolták az egyértelmű győzelmet. Fábián Gergely szerint, amíg a Fidesz kifejezetten egy témára építette a kampányát, az ellenzék több ötletet is bedobott a köztudatba, ezzel nehezítve a választók döntését. Az előző választáshoz képest ugrásszerűen megnőtt a voksok száma, jelentette ki Fábián Gergely, aki 35 perc című műsorunkban elemezte a választást. A szociológus arra hívta fel a figyelmet, több tényező is befolyásolhatta a szavazókat. Mint mondta, a legfontosabb feladatok között a bizonytalanok megszólítása szerepelt a kampány során. Amikor egy kampányról beszélünk, akkor minden párt arra törekszik, hogy két célcsoportot próbáljon meg megszólítani a kampány során. Az egyik, hogy mozgósítsa a saját szavazó bázisát, a másik, hogy korábbi közvéleménykutatásokból lehet mindig tudni, hogy a bizonytalanoknak az aránya, aki nem is biztos, hogy elmegy, vagy ha elmegy, még nem tudja megmondani, hogy kire akar szavazni, tehát nem tud pártot választani. Azért az Magyarországon általában 30-40% között mozog, attól függ, milyen időszakot vizsgálunk, és ugye ez a bizonytalanoknak ez a nagy tömegét is egy kampányban nyilván meg kell tudni szólítani. És most úgy néz ki, hogy a Fidesznek ez jobban sikerült, mint az ellenzéki pártoknak. A szociológus elmondta, a Median felmérései alapján várható volt, hogy a Fidesz-KDNP jobban tudja mozgósítani a szavazókörét, de az is, hogy az eddigi kormánypárt kétharmaddal győz majd. Fábián Gergely hozzátette, hogy amíg a Fidesz kifejezetten egy témára koncentrált a kampány során, az ellenzék ellentétben nem így tett. Az ellenzék pedig nagyon sokféle témába gondolkodott, nagyon sok témát dobott be a köztudatba, amiben aztán már nagyon nehéz volt eligazodni a választópolgároknak, ez az egyik. A másik, hogy bizonytalan helyzetbe hozták a választóikat azzal, hogy hát én hadd fogalmazzak úgy, hogy talán a Jobbiktól eltekintve a többi párt az olyan, mára olyan nagyvárosi párt lett, tehát nem ismerik a vidéket, nem ismerik a vidéki embereket, nem ismerik igazából az ő életüket, gondolkodásukat, életmódjukat. Tehát ott nem tudtak igazából, sok helyen mondjuk az MSZP párbeszédnek nem is volt egyéni jelöltje. Tehát hogyha járkált az ember össze-vissza Magyarországon, akkor mondjuk látott egyéni jelölt plakátokat kisfalvakban és a Fidesz részéről, a Jobbik részéről, MSZP részéről legfeljebb olyan központi nagy plakátokat lehetett látni, amik máshol is voltak. Több választókerületben a Fidesz egyéni jelöltjei 50-60% feletti győzelmet arattak, ami azt jelenti, hogy ezekben a kerületekben matematikailag sem segíthette a kormánypárt leváltását, egyes ellenzéki jelöltek visszalépése a másik javára. Másrészt ugye ez a matekozás mindig azt feltételezte, hogyha mi azt mondjuk, hogy XZY visszalép, tessék rászavazni, akkor a választók majd ezt automatikusan lekövetik, és automatikusan oda fognak szavazni. De ez igazából nem működött, és erre már előzőleg is mutattak hát bizonyos fokú problémát a felmérések, mert abból nagyjából azt lehetett kiolvasni, hogy még a baloldali szavazók nagy valószínűséggel hajlandóak lennének átszavazni, nem mindenki, átszavazni a Jobbikos jelöltre, a Jobbik szavazói viszont nagyon nem fognak átszavazni a baloldali jelöltre. Fábián Gergely azt is hangsúlyozta, a Jobbik a korábbi szélsőségesebb elvekhez képest egy mérsékeltebb politikát folytatott az utóbbi években, amit ellentmondásos lépésként értékeltek a párton belül és a szavazók körében is. Továbbra is hiányszakmának számít a szakács szakma. Ennek egyik oka, hogy fellendülőben van a vendéglátás, és folyamatosan nő a munkahelyek száma. Ugyanakkor egyre nagyobb az elszívó erő is, hiszen Nyugat-Európában minőségileg nagyobb jövedelemre lehet szert tenni, mint Magyarországon és a régióban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szakácsmester szakmai tagozata és a Sipkai Barna kereskedelmi vendéglátói idegenforgalmi szakgimnázium közösen szervezett szakmai továbbképzést a vendéglátóipari iskolák és vendéglátó szervezetek számára.
Több mint 20 fő jelentkezett a szakmai előadásokra. Minden olyan gazdálkodó szervezetet és vendéglátásban érintett szemét vártunk, akik szeretnének tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan lehet a tanulókat felkészíteni a szakmai és vizsgakövetelményekre, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok vállalkozónál nagyon sok tanuló van, és hát ebben szeretnénk legfőképp segíteni nekik. A szakács szakmában továbbra is munkaerőhiány tapasztalnak a munkáltatók országszerte. A szakemberek szerint ennek két fő oka van. Az egyik oka az, hogy hála Istennek expanzióban van a vendéglátás, tehát egyre nő a munkahelyeknek a száma, és ez jó hír mindenféleképpen. A másik, az elszívó erő, az sajnos megvan, tehát ma Nyugat-Európában minőségileg nagyobb jövedelmeket lehet keresni, mint itt. Tehát nagyon sok fiatal próbálkozik ki. Ez önmagában nem baj, ha visszajönnek utána. A kérdés csak az, hogy milyen százalékban fognak visszajönni. Én is vándoroltam, tehát én is jártam 8 országban, ez nagyon jót tett nekem. Tehát az, hogy egy 3 évet eltölt egy fiatal, mondjuk 6-7 helyen, az nagyon-nagyon jót tesz neki, csak utána vissza kéne jönni. Akkor fognak visszajönni a fiatal munkavállalók a külföldi tapasztalatszerzés után, ha megfelelő bért kapnak és jó alapanyagokkal dolgozhatnak. A VSO elnöke szerint hazánkban az erkölcsi megbecsülés sem megfelelő. A képzési mennyiség megvan, viszont annak struktúrája rossz irányba halad. Duális rendszer betanításra alkalmas, szakképzésre nem alkalmas. Magyarul nem a képzésbe kerülő gyerekek mennyiségével a baj, hanem a képzés struktúrájával van baj. Magyarul a végzett gyerekek jelentős része nem fog tudni a szakmában tartósan megmaradni. Ebből ered a probléma. A szakember hozzátette, a külföldi tapasztalatok hasznosak, ha azok a helyi, tradicionális jellegzetességekre támaszkodnak. Csak így érdemes beépíteni a jó gépeket és technológiákat, a magasabb szintű alapanyagokat és az új ételtrendeket a hazai vendéglátásba. Ezek pedig csak akkor gyűjthetők be, ha a külföldön munkát vállaló fiatal legalább társalgási szinten tudja alkalmazni az adott ország nyelvét, és nem pályakezdőként, hanem 2-3 éves itthon szerzett szakmai gyakorlattal megy külföldre. Már csak április 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Magyar Nemzeti Múzeumnak a Szeúzó kincset bemutató vándorkiállítását Nyíregyházán. A március 27-től látható tárlatra a szigorú biztonsági előírások miatt online regisztráció szükséges. Rémiás Tibor, a József András Múzeum igazgatója televíziónak elmondta, a mai napon regisztrált a 20.000. Látogató a múzeumba, hogy megtekinthesse a ritka kincset. Csoportokban kísérettel érkeznek az érdeklődők a József András Múzeum Szeúzó kincset rejtő kiállító terméhez. A szigorú előírások miatt a tárlat csak kisebb csoportokban tekinthető meg, és fél órán át van lehetőség a késő római kor jelentős kincseinek a megtekintésére. Hatalmas érdeklődés övezte a kiállítást eddigi magyarországi állomásain. Most sokan érkeztek Hajdú-Bihar megyéből, Szegedről, de még Győrből is ellátogattak Nyíregyházára a kincsek miatt. Ma a 20.000. Látogató is leadta előzetes regisztrációját a tálat megtekintéséhez. Nagy Imrénéjék az első között regisztráltak, hogy láthassák a kiállítást. Hajdúböszörményből egy nyugdíjas csoport, egészen pontosan a Hajdúböszörményi Városi Nyugdíjas Egyesületnek a 37 tagjával érkeztünk megtekinteni ezt a kiállítást. Mi ezt évek ezelőtt nagyon messziről láttuk a parlamenti látogatásunkról, és már akkor izgatta a fantáziánkat, hogy ezt majd meg kellene egyszer nézni közelebbről, mert akkor, pont akkor érkeztünk, amikor már nem lehetett közelről megnézni. És most, mikor a televízióban hallottam, hogy fog érkezni majd a körbe az országban, figyeltem, hogy hova érkezik, és akkor Nyíregyháza volt hozzánk a legközelebb, ugye Böszörményhez ez van legközelebb, és az első alkalommal azt hiszem, hogy március 1-től lehetett regisztrálni, én már másodikán regisztráltam, hogy biztosan el tudjunk jönni. Rémiás Tibor, a József András Múzeum igazgatója elmondta, a Szeúzó kincs után sem csendesedik el a múzeum. Számos érdekes és színvonalas kiállításra számíthatnak az érdeklődők. Köztük például hamarosan látható lesz Munkácsy Mihály, legismertebb és legkedveltebb magyar festő képei is. Május 3-án a Magyar Kard napjára egy Magyar Kard történeti kiállítást készítünk, amely egészen a múzeumok éjszakáig fog tartani. Múzeumok éjszakáján pedig, ahogy már többször is beharangoztuk, a Munkácsy kiállítást szeretnénk bemutatni, amely egészen október 15-ig fog tartani. Úgyhogy mind a kettőre szintén várjuk az embereket. A kard kiállításra ugye tudjuk, hogy a gyerekek meg a militáriával foglalkozók, azok az érdeklődők fognak elsősorban jönni, de a Munkácsy kiállítás ugye az köztudott, hogy minden generációt érdekelhet.
A múzeum vezetősége április 14-én szombaton egy maratoni nyitvatartással kedveskedik azoknak a látogatóknak, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak még regisztrálni a kiállításra. Ez azt jelenti, hogy a tálat éjfélig lesz megtekinthető. Idegenben győzött és növelte előnyét a tabellán a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttes a bajnokság 29. fordulójában lejátszott mérkőzésen Horváth Zoltán góljával Szolnokon nyert 1-0-ra. A kisvárda a második helyen állva 12 ponttal előzi meg a Gyirmótot, amelynek otthonában szerdán pótolja a 23. fordulóban elmaradt mérkőzését. Három győztes meccset követően fogadta a Szolnok a Kisvárdát, így a vendégek számíthattak arra, hogy nem lesz könnyű dolguk a Tisza partján. Az első 45 percben inkább a hazaiak domináltak, de igazán nagy helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki. A második fél időben már veszélyesebbek voltak a vendégek, és a 77. percben meg is szerezték a győztes gólt, a csereként beálló Horváth Zoltán Ilics beadását fejelte a kapuba. A hazaiak 6 perccel később egyenlíthettek volna, de Pintér 11-es és zöldesi kapus hárította, így értékes 3 ponttal gazdagodott a Kisvárda. Az első fél idő az inkább ilyen csapkodós volt, ugye sokat ívelte fel az ellenfél a labdát, ebből igazából nem alakult ki folyamatos játék, rengeteg volt a párharc. A másik fél időben viszont ott jól kezdtünk, rögtön egy helyzeten nyitottunk ott az alá, Gergő került helyzetbe, de elment a kapu előtt a labda. A másik fél időben már tudtunk játszani, ott alakítottunk ki helyzeteket, végül egy szép támadás után sikerült betalálnunk az ellenfél kapujába. Viszont a mérkőzés vége előtt ugye kaptunk egy büntetőt, amit szerencsére a kapusunk nagy bravúra hárított, így meg tudtuk óvni az eredményünket, a győzelmünket, amely nagyon értékes. A Kisvárda a meccs után nem tért haza, hanem Győr felé vette az irányt, mivel szerdán a 23. fordulóban elmaradt meccseket pótolják az NB2-ben. Kondás Elemér együttese a tavasszal nagyszerűen szereplő Gyirmót ellen is a 3 pont megszerzésének reményében lép pályára. Nyerni szeretnénk mindenhol, itt Nócsod és idegenben is. Meglátjuk a mérkőzésben, mit tudunk kihozni, de azt tudjuk, hogy jó csapat a Gyirmót. A tavaszi bajnokságban igazából folyamatosan nyerték a mérkőzéseket, most tudjuk, hogy X-eltek ott a tegléddel, meglátjuk még most, ahogy odaérünk Gyirmótra, akkor a videó megnézzük az ellenfél játékát, és utána tudok igazából bővebbet mondani, de azt tudom, hogy jó csapat a Gyirmót, nem véletlenül vannak ott mögöttünk. A tabella élén az MTK Budapest áll 65 ponttal, megelőzve az 57 pontos Kisvárdát és a 45 pontos Gyirmótot. A 23. forduló további párosítása következő: Cegléd Mosonmagyaróvár, Békés Csaba Sopron, Vác MTK, Szolnok Grosics Akadémia, Budaörs Soroksár, Siófok Zalaegerszeg, Csákvár Győr, Budafok Kazincbarcika és Nyíregyháza Spartakusz Dorog. Sikerrel zárta az alapszakasz utolsó előtti meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Meavc csapatát fogadták a Continental Arénában, és 79-73-ra legyőzték a vendégeket. Siska János harmadik helyen álló együttese szombaton az ötödik helyezett Vasast fogadja. A hazaiaknak a harmadik hely megtartása, a miskolciaknak pedig a 8 közé kerülés miatt volt fontos a mérkőzés. Az első negyed a vendégeknek sikerült jobban, 7 pont előnyre tettek szert a ritmus nem nagyon találó cápákkal szemben. A második 10 percben kezdett magára találni a házigazda, de a nagy szünetre még 1 pontos Meavc előnynél vonultak le a csapatok. Fordulás után másfél perc alatt beszólt 8 pontot a Blue Sharks, és ezzel meg is változott a játékképe. Most már a vendégek futottak az eredmény után, de az olló egyre nyílt a két együttes között. A negyedik negyed derekán már 20 pont fölé kúszott a különbség. A végén valamit kozmetikáztak az eredményen a miskolciak, Siska János csapatának győzelme azonban nem forgott veszélyben. Az első fél időben nagyon rossz ritmusban játszottunk, az erőszakos védekezés ellen nem tudtuk, hogy hogy kell támadni, meg a zóna védekezés ellen. Aztán fél időben megbeszéltük, és a harmadik negyedben ugye beleerősítünk mi is a védekezésben, és el tudtunk menni 10-12 ponttal. A negyedik negyedben ott még többel el tudtunk menni, aztán úgy gondolták a fiúk, hogy ez elég, aztán a vége szoros lett, de örülök, hogy nyertünk. A fiatal Sitku Márton 27 percet játszva 16 ponttal járult hozzá a kék cápák sikeréhez. Mindenképpen kötelező győzelem volt nekünk, hogy a harmadik helyünket meg tudjuk tartani a tabellán. A meccsről szólva az első fél időt sajnos gyengében kezdtük, viszont a harmadik negyedben volt egy jó fellángolásunk. Igazából megtaláltuk a helyzeteket, jó voltak elosztva a külső és a belső helyzetek, sok betörésünk volt, és abból jöttek a helyzetek. A miskolciak edzője, a játékosként korábban Nyíregyházán is szereplő Valke Károly szerint akár meglepetést is szerezhetett volna a csapata. Nem szégyen egy jó csapattól kikapni, de volt győzelmi esélyünk is.
Annak ellenére, hogy egy nagy differencia alakult ki a harmadik negyed közepétől, saját magunknak köszönhetjük ezt a létrejöttét. Nagyon rosszul kezdtük a harmadik negyedet, ott egy pontos előnyünk után kaptunk zsinórba 10-12 pontot, ráadásul olyan kosarakból, amik egy gyors, rossz visszarendeződésből történtek. Utána nagyon nehéz volt stabilizálni magunkat, de valamennyire a végjátékra visszajöttünk, sajnos az idő hiányában azonban nem tudtunk fordítani. Jellemző volt ránk egész szezonban ez a rapszódikus teljesítmény a mérkőzések közben. Hátrányban voltunk végig a fiatal poszton, amíg egy Sitku, Mokánszki, Fazekas Csabi hármas gyakorlatilag stabilan tudta játszani a maga pozícióját, sajnos a mi fiataljaink még nem érettek erre. A forduló további eredményei a következők: PVSK Vásárhelyi Kosársuli 87-77, Bonyhád Győr 68-63, Békés Tehetséges Fiatalok 63-75, MTK Török Bálint Nagykőrös 68-72, Veszprém Oroszlány 88-87 és Budapesti Honvéd Vasas Akadémia 66-74. A tabella élén az Oroszlány áll 20 győzelemmel és 5 vereséggel, megelőzve a 19-6-os mutatóval rendelkező Veszprémet. A harmadik Nyíregyháza a Blue Sharks 17 győzelem mellett 8-szor szenvedett vereséget, csak úgy, mint a negyedik tehetséges fiatalok. A Kékcápák az alapszakasz zárófordulójában szombaton a Vasast fogadják. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Kedvező feltételekkel és alacsonyabb pontszámmal pályázhatnak a 41 éven aluliak a vidékfejlesztési program fiatal gazda támogatására. A korábbi források kétharmada a megyénkbe érkezett, jelenleg több mint 3000 pályázat vár elbírálásra. A fiatalok számára kitörési lehetőség a mezőgazdasági vállalkozóvá válás, a megye népesség megtartó erejét nagyban segíteni az agrárszektor fejlesztése és a hatékony kormányzati támogatása. Az ellenzék kormányváltási hangulata jelentősen megnövelte a részvételi arányt az idei választáson, de az előzetes felmérések már kimutatták a Fidesz kétharmados győzelmének lehetőségét, mondta el Fábián Gergely 35 perc című műsorunkban. A szociológus hozzátette, több kerületben a fideszes egyéni jelöltek 50-60%-os fölénnyel nyertek, a visszalépések sem befolyásolták az egyértelmű győzelmet. Fábián Gergely szerint, amíg a Fidesz kifejezetten egy témára építette a kampányát, az ellenzék több ötletet is bedobott a köztudatba, ezzel megnehezítve a választók döntését. Továbbra is hiány szakmának számít a szakács szakma. Ennek egyik oka, hogy fellendülőben van a vendéglátás és folyamatosan nő a munkahelyek száma. Ugyanakkor egyre nagyobb az elszívó erő is, hiszen Nyugat-Európában minőségileg nagyobb jövedelemre lehet szert tenni, mint Magyarországon és a régióban. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 10-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esőben. Délnyugat felől továbbra is enyhe, de váltakozó nedvesség tartalmú levegő érkezik fölénk, így folytatódik az átlagosnál melegebb idő. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható, zápor valószínű, helyenként pedig zivatar is kialakulhat. A déli szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Zápor előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás. A hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett többször megnövekszik a felhőzet. A hét második felében több alkalommal számíthatunk kiadósabb csapadékra, a jövő hét elején viszont már csak szorványosan alakulhatnak ki futózáporok. Viszonylag enyhének ígérkeznek az éjszakák, és a maximum hőmérséklet is több fokkal meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket.